Ez a globál Boros Imrével és Bogár Lászlóval köszönti Önöket a szerkesztő műsorvezető Virág Halmi Sarolta. Mai adásunkban szó lesz arról, hogy most már hivatalos, legatyásodott Európa, és az Egyesült Államok sem gazdagszik tovább. Oroszország pedig viszonylag jól, köszöni jól van. Ez derült ki az OECD jelentéséből. Mondhatnánk, hogy ugye mi megmondtuk, de a következőkben inkább arról beszélünk, hogyan lábalhatunk ki a válságból. Tartsanak velük! Kártérítést kérnek a német cégek a kormánytól az orosz ellenes szankciók okozta veszteségeik miatt. A Siemens Mobility, a német Siemens vállalat vasúti részlege, a Volkswagen Bank, a Volkswagen autógyártó óriás leánybankja a legutolsók abban a sorban, amelyben a német vállalatok egymás után követelik a kormánytól az oroszországi befektetéseik elvesztésének pótlását. Korábban már részletes kérelmet nyújtott be a Wintershall DIE energetikai koncern is. Eközben az OECD adatai szerint korábban nem látott mértékben esett vissza a német gazdasági növekedés, immár csak 0,5 ot jósolnak idénre, miközben arról számolnak be, hogy a lakásárak elszálltak, akinek megtakarítása van, az pedig nem otthon Németországban, hanem inkább külföldön fektet be. Egy csomó rossz tendencia. Tehát akkor, amikor mondjuk a befektetéseket kimenetkítik már az állampolgárok, mert nem bíznak a kormányban, meg a gazdasági fejlődésben, az már nagyon a vége a egy történetnek, az, hogy nem? Szerkesztőszony, ne tőlünk várja, hogy itt most csodálkozom, hanem nagy szomorúan megállapítjuk azokat a tényeket, aminek a eljövetelét nem volt nehéz megjósolni. Nem volt nehéz megjósolni, Konkrétan Németország nekem bizonyos értelemben, egy bizonyos értelemben a szívem csücske, és ez a bizonyos értelem azzal függ össze, hogy Magyarország elég jelentősen függ két nagyhatalomtól, egyrészt a némettől, a német gazdaságtól, másrészt Oroszországtól, érthető történelmi, geopolitika és mindenféle okokból. Nem akarom itt fölsorolni a magyar történelem viszontagságait ebben az ügyben, de ezt most már kezdjük figyelembe is venni, és ez politizálnak itt Magyarországon, nem ezzel szembe. Szembe Németországgal, ahol, ahogy a fel, bejátszókból is kiderült, hát a német cégek most már azt mondják az állnak, már elnézést, egy halonkárt okoztál nekünk, kész akarva tönkretetted ezt, azt, amaszt, most már a kínai újzleteinket is fúrod, az oroszokat tönkretetted, hát akkor fizes, de kérdem miből? Hát a gazdaságból erednek a jövedelmek, a jövedelmek egy része megy az államkasszába. Ha kevesebb jövedelme, akkor miből fizet az állam, talán eladósodik? Hát igen, a válasz az, hogy esetleg tovább adósodik. Jó ez, a válasz az, hogy nem jó. Na most mi ezt akarjuk elkerülni, és emiatt, és ezt siker, nagyjából sikerrel meg is oldottuk, nem kevés problémával, de sikerrel, ezért viszont ütnek, vágnak, gyaláznak bennünket. Egyébként tehát nem csak a számlát nyújtották be, hanem mellé, a számla mellé tettek egy erős megjegyzést is a kormány felé, sőt, erős kritikát, mert a Német Fém és Villamos Ipari Szövetség elnöke azt mondta, hogy gyakorlatilag a szabadságot, a gazdasági szabadságot korlátozza a német kormány, és rá erőlteti az akaratát a a, gazdasági a cégekre, és mint egy tervgazdálkodást ír elő nekik, ami teljesen nonsense. A németek úgy szokták mondani, ez nagyon negatív lesz, de azért elmondom, korábban a szocializmusba volt az jellemző. A valamit Németországban elrontott a gazdaságilag, azt mondták, das ist eine polnische Wirtschaft, lengyel gazdálkodás. A lengyelekre ez már messze nem jellemző, elég jó csinálják a dolgaikat, de most a régi értelembe vett polnise vircsaftot üzi a szabad, a szociáldemokrata, szabaddemokrata és zöldek triója, bedölt politikai alapú követhetetlen marhaságoknak, az alapján próbálja a gazdaságot levezényelni, energetikai oldalról, ráadásul nekem egy komoly piacoknak, ahol szállítóképesek volt, megsértőket, külügyminiszteri szinten, hát mindent megtesz, hogy a gazdaság szereplőinek a, 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 a sért megássa és akkor jön Annalena Berbok, mondja ugyanúgy a szövetség elnöke, külügyminiszter, és azt hiszi, megmondhatja a kínaiaknak, hogy mit tegyenek, és mit ne tegyenek. Ez teljesen borzasztó, naív dolog, mondja. Csak el. egy mondat, mert aztán túlbeszélem magam, igen, hát, hát ez, a, ez, a, hölgy, aki, hát ugye 360 fokot szokott a 180 helyet fordulni, ez magáért beszél, tehát mondjuk az, hogy miért elégtelen, egy darab nagy daci, meg még egyéb dolgai is vannak, és ez már gyakorlatilag kabarék tömkelegébe vicc. Egy egész, egész kabarét lehet lebonyolítani abból, amit ez a, ez a szép művel. Hát kérem, ilyen vez... Azt mondják, hogy a németeknek olyan vezetőik vannak, amit momentán megérdemelnek. Remélem, majd momentán választak másokat. Tanár úr. Amiről eddig beszéltünk, az a az a lejátszás technikai felszín, a jelenségek világa, ami persze nagyon lényeges, hiszen nyilván a jelenségeken keresztül Ismerhetjük meg, vagy legalábbis próbálhatunk következtetni arra, amit az emberi diskurzus tér, vagy beszédtér úgy nevez meg, hogy a lényeg. És ezt a lényeget kellene igazából megértenünk, és ez a lényeg nem más, erről évek óta beszélünk a, a, ugye a rádióban, a háttérkében, a, itt a háború Ukrajnában, és kb. 15 éve mi az Imrével szinte csak erről beszélünk, hogy mivel az elmúlt évszázad nagyjából mondjuk 1913 óta a Fed létrehozásától kezdve, aztán 17-től, ahogy Amerika belép a első világháborúba, elkezdődik az amerikai birodalom évszázada. Az amerikai birodalom számára pedig akkor biztonságos a világ irányítása, hogyha Európa két vezető kontinentális hatalma folyamatosan konfliktusban van egymással. Tehát tudomásul kell venni, hogy nem azért, mert az amerikai birodalom gonosz, hanem azért, mert ez az érdeke, az a stratégiai érdeke, hogy a német birodalom és az orosz birodalom következésképp a köztük lévő úgynevezett köztes Európa mindig a lehető legkiszolgáltatóbb, megosztottabb, konfliktusosabb és kiszolgáltatottabb helyzetben legyen. Még egyszer hangsúlyozom, nem azért, mert gonosz, hanem mert az alapvető stratégiai érdeke ez diktálja. Viszont Európának is illene, ha már az amerikai birodalom ilyen kiváló, hogy felismeri a saját érdekeit és azt követi, az ember azt várná logikailag, bár picit naív módon, hogy akkor Európa alapvető szereplői, a német birodalom, az orosz birodalom és a köztük lévő köztes Európa is hajlamosá válik arra, hogy felismerje a saját érdekeit és bátran, tehát legyen tudása, <laughs> mert azért ahhoz kell némi tudás, hogy valaki felismerje a saját stratégiai érdeke. A lényeglátás. És persze kell, lényeglátás, köszönöm, és kell némi bátorság, talán még mondjuk becsületes helytállás is, hogy ne 5 percig legyen bátor, hanem, hanem folyamatosan képes legyen erre, tehát tudás, bátorság, becsület, ahogy sokszor hangsúlyoztuk, ezek az, erények, ezen erények nélkül sajnos nem megy, ezt tudom, kell venni, amely emberi közösségek hiány vannak, ezeknek az erényeknek, azok úgy általában történelmileg süllyedni szoktak, és ez zajlik most. Azt is láttuk az elmúlt, hogy a végére érjek, azt is láttuk az elmúlt évszázadban, és ezt George Friedman a magyar származású amerikai stratégia jellemző számos alkalommal kiválóan meg is fogalmazta, hogy Amerika mindig mindent megtett az elmúlt évszázadban, és ezután is mindig mindent meg fog tenni annak érdekében, hogy ezt az együttműködést szétzilálja. Ráadásul Amerika számára a végzetes fenyegetést az elmúlt, hát most már lassan 30 éve, vagy 20 valahány éve, az jelentette, hogy ehhez Kína is csatlakozott, és így ez egy eurázsiai együttműködésé vált, na az aztán meg végzetes veszélyt jelenthet az amerikai birodalom számára. Tehát még egyszer szeretném hangsúlyozni, mindez a sok negatív jelenség, amiről most beszéltünk, alapvetően ennek az évszázadnak és ezen Amerika világbirodalmi létével jellemezhető évszázadban megjelenő, Európa alapvető szereplői és Eurázsia számára végzetes mintázatoknak köszönhető. Tehát ennek a szanyarú hanyatlásnak csak akkor lehet vége logikailag, hogyha ezek a szereplők felismerik enne ezeket a mintázatokat, Kínát és Oroszországot ma már nem kell biztatni arra, hogy ezt felismerje, mert nem csak, hogy felismerik, hanem nagyon pontosan és nagyon világos elbeszélési móddal nap mint nap nyilvánvalóvá is teszik, hogy ez volna a feladat, és kifejezik nyitottságukat arra, hogy Európa változzon tehát a hunyó Európa, illetve a negyedik német birodalom, ami szemérmesen, ahogy mondani szoktam, Európába öltözött, azt ebből lett az Európai Unió. Tehát ennek aztán... a felismeréséről, tehát ismert fel, a változást akarsz, a változás légy te magad. Ismert fel mindezeket, és cselekedjél, ennyi volna a feladat, majd meglátjuk. L Laci előre szöktette a labdát, engedjét, mert szerkesztő, hogy kicsit visszafele Itt nem csak hát amerikai birodalom, játék. angol száz birodalomról van szó, mert az egész történet nagyban, korábban is volt ez az, de ezt most adjuk ki, nagyjából a 18. század végén kezdődött, amikor a hatalmasok... Legyenek ők bárkik, korábban a Laci haverjaira szoktam én mondani, de csak vízből. Kitalálták, Há, hogy kicsavarják a korona legfontosabb égszerét, és kezükbe veszik a pénzteremtés és a pénzelosztás jogát. Nagy Rothschild annó el is szólta magát, a Feni érdekli, hogy ki az angol király, meg a miniszterelnök, ha én irányítom a pénzforgalmat. 1694-ben Bank of England Magánbank, ez a buli, ment egészen az első világháborúig, 13-ban rájöttek, hogy Ó, itt vannak ezek a németek, már megint mi a francot csináljunk velük, inkább elpucolták Amerikába a birodalom székhelyét, az angol szászét áttették oda, és a fontról fokozatosan áttették a hangsúlyt a dollára. Az első világháború volt a fordítópont, amikor is, egy mindenkinek adós Amerika 1913-ba, egy mindenkit nyakig eladósító Amerikává vált az első világháború, és azóta szalad a szekér. Azért vannak biztató jelek, és a biztató jelek szerintem azok, hogy amellett, hogy a vállalati fizetésképtelenségek pont ennek a folyamatnak köszönhetően Németországban drasztikusan emelkedtek, ez is egy német tanulmányból derül ki, tehát csődbe mennek a vállalkozások, 180 ezer. De mindig hangsúlyoznunk kell, hogy az lenne a furcsa, ha nem így lenne. ha nem így történne. Tehát ez olyan logikusan Iga. következik mint abból, amiről beszélünk. Így van, hogy tehát hogy rosszak a jelek, de például már nyáron megszólalt az osztrák ellenzék, és nagyon keményen megkritizálta és tevékenységre, csináljanak valamitra, szólította föl ronda magyarsággal az osztrák kormány, mert hogy nő a munkanélküliség is, és tehát vannak olyan, nem csak hangok, hanem tevékeny javaslatok, hogy hogy lehetne ezt például megállítani. Szerintem az osztrák gazdasági élet, vagy az a német gazdasági élet szereplői azt mondják, hogy itt a számla, és a kritika az azért elég kemény. Jelző. Ugye Ausztria és német terület, veszem magamnak megint a bátorságot. Nem először fordul elő, hogy a gyújtózsinór vége a német nyelvterületeken Ausztriában, ha nem akarok történelmi példákra hivatkozni, mert azt az illetőt, akit Adolf Hitlernek hívnak, mindenki, az osztrákok főként németnek tekintik, ugye? De tudjuk, hogy osztrák volt, ugye? És Mozartot, aki viszont német volt, azt az osztrákok magukénak tudják. Ausztriában ugye a Szabadságpárt messze a legerősebb, de ellenzéki párt, rugdossa a koalíciót, a koalícióban rugdossa a néppártot, és a néppárt kezd is okosodni. Most már kezd nekik egy kicsit büdös lenni ez az egész tétel, ugye? és időnként olyanokat mondanak, mint az Orbán Viktor, a kis kurc is hazatér amerikai számüzetéséből, ide jön Budapestre, itt virít, és itt pacsizik a magyar vezetőkkel, úgyhogy változik a világ, gyengül erős, erős lesz az, mi gyenge volt az előtt, mondja Arany János. Csehország is megszólalt, hallgassunk, hogy ők mit mondtak. Az orosz ellenes szankciók enyhítését kérte Csehország az Európai Uniótól, miután kiderült, nem tudja helyettesíteni az orosz acélt. Az uniós ország jelenleg kedvezményesen importál vastag acéllemezeket az orosz fémipari óriás, a Novoli Peck üzemtől. A meglévő szerződés azonban 2024 végén lejár, ami válsággal fenyegeti a kulcsfontosságú cseh iparágakat, például az építőipart és az autógyártást. Az ország acélfogyasztása évente mintegy 500 ezer tonna körül mozog. Eközben úgy tűnik, befulladt a gázszállításra vonatkozó Európai Uniós szankciós terv is. Legalábbis ez mutatja, hogy Brüsszel lehetővé kívánja tenni a tagállamok számára, hogy saját hatáskörben megtiltsák az orosz és fehér orosz földgázimportot. Most lépjünk el egy kicsit a gázkérdéstől. De milyen tendencia az, hogy korábban még, ha Oroszország irányából vet jött, akkor még levegőt se vehettünk. Most meg már a saját hatáskörben dönthetik el majd az uniós tagországok, hogy vásárolnak-e, vagy sem. Nem, nem enyhült a gyermek? vagy milyen, milyen, szabadság hát ez? Ez? Ennyi a mondta most, a hátsó felemen érzem, hogy mi ne a seggem, mert ugye valami gyilkosság miatt éppen fel akarták akasztani, ugye Vion, Francia Vion, ki egyébként nagy költő volt, de egyben gangster is. Na kérem szépen, a csehek is így vannak. Hát nemrég még miket domáltak vagy a csehek által a bizottságba szerkeszt, Jurova, miket, miket okádik ránk. Ezzel szemben az egyébként vadliberális volt tábornok, aki most államfő, borzalmas dolgokat mondott ránk még nemrég, tehát sajnos szembe szalad a valóság. A cseh ipar is elég erősen hozzá van kötve Németországhoz, mindig is oda volt kötve, hiszen a Szudéta vidék hajdanában németek által lakott volt. A németeket honnét ugyan elűzték, mint egy két millió embert, de megmaradtak azok a hagyományok, például a Skoda mint valami. A csehek és a németek egy csodálatos teljesítmény. Ez az, az autógyártás sérül Na most, persze most persze A csehek ugyanolyan bajban vannak a Skodával, ráadásul hogy a Volkswagen csoportnak a tagja. Tehát nem tudnak nem megszólalni, mert nyakukon a kés. Ez a, a helyzet. Hát a, nyilván a valóság egy idő után, gondolja az ember reménykedve, másban nagyon lehet reménykedni, hogy a valóság egy idő után, tehát van egy hamis, ezt nem is kell külön hangsúlyozni, tehát ma van egy olyan hamis elbeszélési mód az európai uralmi struktúrákban és az Európai Unió tagországainak döntő többségében, tehát az uralmi csoportok, a birodalmi, mint az amerikai birodalom hamis nyelvét beszélik, és az amerikai birodalom stratégiai érdekeit szolgálják. Ennek volt a súlyfontja az, amikor a már itt többször említett német külügyminiszter asszony egy öt percen belül, ráadásul angolul, mert van prágai konferencián hangzott, tehát kétszer is elmondja, hogy őt nem érdeklik a német választók, Ő, ők Ukrajnát, így fogalmazott Ukrajna ügyét szolgálja, ami az amerikai birodalom érdekét jelenti. Ez legalább tiszta beszéd volt, hogy mennyire volt tisztában azzal, hogy, hogy valójában mit mond ezzel, az egy más kérdés, de de tehát van egy hamis beszéd, amely arra hivat, a szabadság ügyére hivatkozva valójában az amerikai birodalom gátlástalan kiszolgálója, csak ha az, azt az amerikai birodalmat szolgálja ki gátlástalanul az európai uralmi elit, amely amerikai birodalom, még egyszer hangsúlyozom, nem gonoszságból, hanem a saját érdekeit követve szembe megy Európa legalapvetőbb érdekeivel, akkor viszont nem kell csodálkozni azon, hogyha ennek hihetetlenül pusztító következményei lesznek, és amikor ez a, ezek a hihetetlenül pusztító következmények rázuhannak az európai társadalmakra, akkor már nem, egy bizonyos ponton túl nem lehet tovább az hazudni, hogy de egyébként minden rendben van és minden tökéletes. Még egy mondat, hogy az Amerikában is disztingváljuk, és szintén Laci barátomtól veszem az egyébként, megáll, ő, őszinte megá, kettős szerkezetű Amerika, ő a birodalmi Amerikáról beszél. A nemzeti állami Amerika ugyanúgy szenved a dolgoktól, mi, a, míg a birodalmi Amerika gazdagodik, a nemzetállami állami Amerika is berzenkedik, lám-lám, Zelenszky, Zelenszky, most kifutott, és megpróbálta meggyőzni a republikánus képviselőket és szenátorokat, hogy nyomják a a, a, a pénzt oda, meg itt oda, én így, meg úgy, ők meg nem akarják nyomni, megszólalt a nemzeti Amerika, nemzetállami Amerika, ugye, és a nemzetállami és világbirodalmi Amerika nagy konfliktusban egymással, most nem tudják, mit csinálnak, hogy a nemzetállami Trumpot most be kéne tenni a börtönbe a rácsok mögé, egyes verzió, mert a jogászoknak iszonyú hatalma van Amerikában, mindent eldöntenek már lassan Európában is, egyszer majd arról kéne beszélni, ugye, hogy a nemzetállami Amerika akár maga alá gyűrheti a világállami szerkezetét. Ami egyébként szimbolikusan a nemzetállam Amerika bebörtönzését így jelenteni van, ebben az, az esetben. Egy Úgyhogy itt ez is így, ezt is bele kell tenni a pakniba. Mi zavarja őket ez is. a fránya demokrácia kérdezés? Ajaj, hogy hát a nép, tudnak a nép az mindig nagyon zavaró, Na, zavaró. tud lenni egy demokrácia. Erre visszatérünk a kövel szünet után, mert most tartunk egy rövid szünetet, aztán azzal folytatjuk, hogy fellendült az orosz olajexport, miközben az oroszok vígan kereskednek az energiahordozókkal, az Egyesült Államokkal, és gyakorlatilag a világon mindenkivel. Szép új világ, csak nekünk mennyibe kerül, erről lesz szó a szünet után. Ez a Globál Boros Imrével és Bogár Lászlóval. Köszöntöm azokat a nézőinket és hallgatóinkat is, akik most kapcsolódnak be az adásba. Fellendült az orosz olajszállítás novemberben, írja a Bloomberg, amely szerint a múlt hónapra immár napig 2,2 millió hordóra emelkedett a kitermelés. Ez nagyjából napi 164 ezer hordóval magasabb, mint októberben, amikor a mennyiségek három éves mélypontra süllyedtek. A növekedés annak ellenére következett be, hogy a viharos időjárás jelentős fennakadásokat okozott az orosz kikötőkből származó exportban. A piac egyébként erősen figyeli az oroszok exportját, hogy felmérje termelését, mivel Moszkva leállította a hivatalos termelési adatok közzétételét. Oroszország korábban ígéretet tett arra, hogy a jövő év első negyedévében az idei május-júniusi szintről napi 300 ezer hordóra csökkenti az exportot a nyersolaj, és napi 200 ezer hordóra az olajtermékek esetében. Most mégis enyhítette a legtöbb üzemanyag típusra vonatkozó exportkorlátozást, és a rakomány nagy részét Afrikába és Dél-Amerikába, nevezetesen Brazíliába szállította. Eközben nem állt le a kereskedés az Egyesült Államokkal sem. Miközben Európa szépen egyre szorosabbra húzza az energia szíjat a dereka, vagy mondhatnánk a nyaka körül, aközben az orosz-amerikai kereskedés rekordokat dönt. Nem csak a foszilis energia, de még az atomenergiához szükséges alapanyagok terén is. Miniszter úr. Hát az a helyzet, ugye, hogy már megint a realitás helyett kér magának. Okay. Tehát egy ideig lehet hülyéskedni, hogy jaj, nem veszünk az oroszoktól semmit, fúj, nem kell, nem kell, nem kell. És innét, onnét, hogy előveszünk gáztárolókból gázt, hogy uh, veszünk drága LNG-t, akkor rájönnek, hogy a gazdaságot ez nagyon megterheli költségbe, és valahogy szeretnének fordálni, Megkeresik először a kerülőutakat, közvetítőket. Ugye ez 50-es években kiterjedt gyakorlata és könyvtárni irodalma volt, előveszik azokat a könyveket, majd azt mondják, a Franc ott vigye, hát hát azért nem kell, tönkre nem mehetünk, és akkor megint elkezdődik az, a visszatérés valahol a a normális vezetés. Igen, de hát komoly politikai ellenszelek fújdogálnak, ugye? Kérdés, hogy mennyire pomolyak ezek a politikai ellenszelek. Épp az előző részben lehetett arról hallani, hogy már Ausztriában, meg már Csehországban is. No csak mi a fene? szembeszalad szembe az igazság, és ad nekünk egy nagy hatalmas pofont. Most itt tartunk, tehát az eredeti elérhetőségi forrásokra fölépült egy, egy szerkezet a fogyasztóknál. Azt szétverték, valami torz dolog létrejött, most pedig elkezdődik a visszarendeződés. Hogy aztán milyen politikai ellenszél újra újra, honnét fúj Amerikából, milyen erősen fúj. Az viszont a következő hónapok az Európai Uniós választási előkészületek és az amerikai választási előkészületeknek a zenéje. Csak közben azért történtek dolgok, tehát nem lehet mindent újra visszaépíteni egy nem, normál, persze, fejér, például normál felépítésbe, vagy egy normál rendszerbe egy ilyen rombolás után, mert például most már a legutóbbi pár héttel ezelőtti hírek arról szólnak, hogy az LNG a piacon lévő amerikai LNG szinte 90, az európai piacon lévő amerikai LNG szinte 90 százalékban uralja a piacot. Tehát volt egy piaci átrendeződés, és ebben nem az a baj, hogy lng van szó, hanem az a baj, hogy drága. Nyilván az, hogyha egy nagyjából 60 éven keresztül fel isme, felépített világrendet, nagyjából 6 hónap alatt lerombolnak, mert az első hat hónapban, amikor egy fél év alatt 1200 szankciót hoztak. Nagykolapácsosszág ellen, szét mindent, így van, mindent. tehát amikor. Gőzskal. És ráadásul, hogy még zavarba, hogy több legyen, ugyanaz a világot irányító erő rombolta le, ami előtte egyébként mindent megtett annak érdekében, mert alapvetően az ő érdekeit szolgálta az előző 60 évben, hogy a világkereskedelem szabadsága, a termelési tényezők szabad áramlása, amire egyébként az a négy szabadság, ugye, amire az Európai Unió is épül, hogy az létrejön, mert alapvetően az ő érdekeit szolgálta. És amikor ő maga még hozzá, ráadásul brutális gyorsasággal és brutálisan kemény eszközökkel szétveri ezt a rendet, akkor utána mindig hihetetlen magasságúba ugranak a fajlagos költségei, először is a rend helyreállításának, aztán pedig pontosan, ahogy a szerkező asszony mondja, az új rend létrehozásának tudni, a rend magától nem alakul ki, tehát a rendnek van egy intézményes szerkezete, aminek a kialakulásáról most még messze nincs szó, nem is lehet szó, hiszen háborús helyzet van, ahhoz majd egy új békerendszer kellene, tehát nem csak egyszerűen tűzszünet, az ukrán-orosz fronton, meg aztán a második ukrán fronton, ráadásul, amiközben most megnyílt a, a közel-keleten, amit mondjuk most kevésbé érintünk, mert embargós, nyilván olyan dolgok zajlanak, amiről nem illik beszélni, zárójelbe zárva, de attól még az is megterheli értelemszerűen, az is a rendezetlenség, tehát a rendezetlenség irányával löki a világot és minden, ami a rendet felbontja, és a rendezetlenség felé löki azt a világot, amelynek talán a két legalapvetőbb angol fogalma az elmúlt évtizedekben egyrészt az interdependency, tehát a kölcsönös függések, és az interconnectedness, tehát a mindennek mindennel való összekapcsolása, aminek van, ugye így most már több mint 50 éves közgazdász múlta, számunkra mindig is evidencia volt az, hogy van egy nagyon egyszerű oka, ez a fajlagos költségek csökkentése. Akar... Tehát minél komplexebb, minél kifinomultabb a rend just in time, tehát például nincsen semmiféle raktározás, hanem egyenesen a gyártószallagra visszük oda a beépítés, és az öt, öt, másodperc múlva már építik is be, az értelemszerűen költség csökkentő, tehát ez a 60 éven keresztül felépülő, finoman összecsiszolt rendszer, supply chains, ahogy elegánsan mondják, tehát ezeknek a globális ellátó hálózatoknak ez az elképesztően kifinomult rendje, vezetett a magas profitokhoz, az alacsony költségekhez és a magas profitokhoz. Na most, amikor ezt ráadásul úgy, hogy alapvetően azért ez felkészületlenül érte a világot, hat hónap alatt lerombolom azt, ami, amit 60 év alatt felépítettem, és amire a világ egész társadalmi gazdasági működése épült, akkor olyan nagyon nem kell meglepődni azon, hogy ennek hihetetlenül pusztító következményei lesznek, és Valakinek ezt a deficitet minden körülmények között meg kell fizetni, mert olyan nincs. Tehát, hogyha ha van egy óriási vákum, egy óriási deficit, az valahol majd valakire, az egy más kérdés, hogy nem lehet előre tudni, hogy kire az esetek jelentős részében, mint most is, abszolút nem arra zuhan elsősorban, akinek szánták, mert nyilván ez egy szándékos szétverése volt a rendnek, hanem eh, hát az esetek nagy részében inkább azokra üt vissza, akik ezt valójában kezdeményezték. Tehát amíg ez a káosz, az ebből adódó káosz nem enyhül, és nem bontakoznak ki legalább az alapfeltételei feltételei annak, hogy létrejöjjön egy olyan egyességrendszer, egy olyan globális egyességrendszer, ami nyilván most már egy új rend, tehát ezt már nem lehet visszacsinálni, tehát, Teljesen nyilvánvaló, rántottából már nem lehet vissza- vagy visszalapátolni, ahogy az Imre szokta mondani egy másik hasonlattal. Most már ebből kellene valami új rendet létrehozni. Csak egyelőre én nekem legalábbis az a benyomásom, hogy minden meghatározó szereplőnek egészen más elképzelése van arról, hogy mi is lesz ez az új rend. Al, ami kimaradt a számításból, nevezetesen az, hogy <kül> miért kellett ez a háború. Emögött a háború mögött az volt, hogy megbomlott az úgynevezett a nagy nyugatnak az abszolút rendelkezése a nagyon fontos erőforrások felett. Az oroszok, így mondanám, beleköptek a levesbe, mert energetikába is nagyon komoly szállítókká váltak, meg az élelmiszerbe is. Na, azt mondja, a fene a jó dolgotokat, ezt nem mi ellenőrizzük, akkor inkább romboljuk, a, le az várjá, egészet. romboljuk le az egészet, de úgy, azzal a célral, hogy ezen tiszívni fogtok, és mi megirá rátegyerelünk arra, ami a tiétek. Ami logikus. Ami logikus, ebben a pillanatban ez egy nagy logika volt, és hát nehogy már mi ott, nem a, van a nem NATO. Van. Ugyan már ott vannak az ukránok, de ugrasszunk, Azért építettük fel ezt a bábállamot. Erről szól a háború csak hogy ez megfeneklett. A háborúban is volt olyan, meg most lent ott a másik fronton is, hogy eldobják a kézigrátot túl gyorsan, mert a katona hát egy kicsit majrézik, a másik katona nem majrézik, visszadobja és ott robban. Tehát ez történt most, az a fajta vállalkozás, hogy kiegészítem az erőforrások fölötti rendelkezésem, dugába dölt. Dugába dölt, mert ez a háború ezt az eredményt nem hozta hozt el, el, és ez akár meddig tartják fegyverbe szerencsétleneket, kivéreztetik az utolsó katonáik, ez nem jön össze. Ukrajna lakosságának a fele már elpucolt, egy része Oroszországhoz, másik rész a, a fene, tudja, hogy hova. Ukrajna már lényegében nem létezik, vastüdőn van, meg folyamatosan vér és vértranszfúzión, tehát az a szervezet, ami ezt a kettőt kapja, az már valójában nem élő szervezet. Tanár úr mondott egy, kétszer is egy nagyon fontos kifejezést, mégpedig a fajlagos költsége a helyreállításnak. És akkor legyen üldözési mániánk, és gondolkodjunk el azon, hogy nem jó el lerombolni egy egészen jó működő finom rendszert, hogy még többet nyerhessünk annak újraépítésével a fajlagos, magas fajlagos költségekkel. Hát nyilván van egy ilyen, tehát amit az Imre elkezdett, tehát azt a logikát folytatta, tehát, tehát volt egy elképzelés arról, hogy milyen lesz ez az új rend, csak a, a, a nyugat alapvető, ahogy az Imre belekezdett ebbe, tehát a, tehát a nyugat és a nyugaton belül a világbirodalom szerepét betöltő amerikai birodalmi elitek, abban tévedtek, és nyilván a második ukrán front megnyitása is csak az még bonyolultabb és még kényesebb módon kapcsolódik ehhez a kérdéshez, de mind a két ukrán frontnál abban bíztak, hogy a nem nyugati világ egy emberként sorakozik fel az amerikai birodalmi érdekek mögé. Oh, Tehát abban a pillanatban, mint ahogy egyébként, -egy... nem volt ez egy alaptalan számítás, mert az elmúlt uh, fél évszázad Jó, alapvetően, vagy éppen mondjuk a második világháború óta, eltelt, most már lassan 80 év, az, az tényleg erről szólt. Hát csak most a sok szokásos csak, mosópor az nem mosott. Csak nagyon-nagyon nem Én jött nem. be, egyiknél se. Tehát sem az ukrán, uh, orosz, Kína, tehát, tehát abban a relációban is teljesen egyértelművé vált, hogy a világ nem nyugati ez a dörreszt ami a nem nyugat, az éppen fordítva arra használta ki ezt a lehetőséget, hogy világosát tegye az eddig is felhalmozódó elégedetlenségét mindazzal. Tehát nem csak, hogy nem támogatja az amerikai birodalmi célokat, hanem minden eddigi elégedetlenségét most rázódítja az amerikai birodalomra, és nem jött be, az sokkal kényesebb, a második ukrán front esetében sem, ahol nyilván a világzsidóság arra volt kíváncsi, hogyha az amerikai birodalommal történik valami, már pedig nagyon úgy néz ki, hogy fog vele történni valami egy húsz éven belül, és mivel az idóságnak kizárólag az elmúlt 3000 ezer évben csak ebben az évszázadban Amerika a világbirodalmi évszázadában volt egyszerre nemzetállama is, meg is, és tökéletesen érthető a részükről az, hogy kíváncsiak arra, hogy ha Amerika mint világbirodalom megbukik, akkor velük mi lesz? Továbbra is lesz -e, bárki lesz a világra, továbbra is lesz-e nemzetállamuk is, meg is, vagy horribile egy egyik se lesz, vagy csak az vagy egyik csak az lesz, egy. ilyen kombinációban, vagy olyan kombinációban. Tehát itt kényesebbnél kényesebb kérdések merülnek fel, de a második Ukrán frontnál is kiderült, hogy a nem nyugati világ már nem engedelmeskedik úgy ezeknek a birodalmi parancsoknak, ahogy azt ja. tehát tesznek, jó volt, ha tesznek szánták mind a kettőt, akkor most megtapasztalhatták sok azt, kiderült. hogy ja. Ja, sok minden kiderült, és nem egészen úgy működik a világ, ahogy most, hogy lesz bennük elég rugalmasság ahhoz, mert ugye aki tesztel, annak azért felkészültnek kell lenni arra egy teszt, hát azért csinálom a tesztet, mert kíváncsi vagyok, mert nem tudom, az hogy tényleg edem, eszem, is Hát ha mindjárt. tudnám elő, akkor minek tesztelném? Tehát ha biztos vagyok benne, hogy, hogy mi a vég, hogy a világ így működik, akkor nincs szükség tesztre. De nyilván azért teszteltem, mint ukrán front ilyen volt, most mindkét ukrán frontán megtapasztalta, hogy nem, a világ nem engedelmeskedik, a világgal egyezkedni kell, tehát egy új, egy egészen új, az eddigiektől teljesen eltérő, nagy, komplex, globális békerendszert, együttműködési rendszert kell létrehozni, csak erről a jelek szerint nem nagyon lehetett kidolgozott szofisztikát, legalábbis a zavar, mert a zavar mindkét ukrán fronttal kapcsolatban érzékelhető, megzavarodtak attól, hogy a világ nem engedelmeskedik, és a jelek szerint nem igazán volt kiérlelt elképzelésük arról, hogyha a világ esetleg mégsem engedelmeskedne, akkor, akkor ezt az egyességet, ahol horrible a dictu, a rajtunk kívüli világ stratégiai érdekeit is bele kell számí, érdekbeszámítás, ahogy mondták, bele kell számítani, tehát ennek a kidolgozására a jelek szerint nem nagyon, és most Kissinger halálával aki egyébként az egyetlen igazán megnevezhető karakter volt, akiben megvolt a tudás is, és a hajlandóság is arra, Pekingbe el is ment, készült, hogy Moszkvába is elmegy. Nyilván nem rajta múlott, hanem a teremtőn, hogy azt már nem engedte meg számára. Tehát ezzel eltűnt, és ennek is van egy szimbolikája, hogy száz éves korában is még aktív tudna lenni, de hát értelemszerűen elhunyt, és nincs egyetlen olyan globális tekintésem és olyan karakter sem, akinek bárki ezen a világon egyáltalán elhinné azt, hogy intellektuálisan képes lehet a probléma megragadására és szellemi kezdeményezés. Továbbra is az a helyzet, amit ahhoz hasonlítanék, mint hogyha a kellő szakértelem nélkül valaki az atom vagy a hidrogén bomba körül matat. Tud, ezt azt a olvasta az interneten, Ilyen. hogy mi minden van, de nem nagyon érti az egészet, mert az egész egy félreértés. Tehát mindjárt hát az ensz észbe kellett volna kapni, hogy már a biztonsági tanácsban se nyomják le az oroszokat, a kínaiak és az oroszok is ellenszavazatot adtak le, az indusok meg az arabok is tartózkodtak, ami gyakorlatilag egy finom ellenszavazat. Akkor abból le lehetett volna mérni az amerikai főbíróra, gyerekek, hát nem menjünk be a kocsmába, mert itt marha nagy pofonokat fogunk kapni, idesapám, hogy a székely gyerek mondja, ugye? De nem ők, nem ők mennek előre, mint a dúvad, és tolják tovább a biciklit, kirobbantják a második ukrán frontnak, Laci átkeresztelte nevező Állandóan forrásponton lévő forrás. Nem volt nehéz kirobbantani, nem volt nehéz, Mert állandóan forrásponton van, csak túl kell lendíteni a forráspontot. Megtörtént, oké, okay, működik az egész, és még mindig nincs két vállal Oroszország. És nem, hogy rá tudnánk telepedni azokra az erőforrásokra, amelyekre vágyunk rettenetesen. De gyakorlatilag ott van. És akkor van egy bizonyos pánik, hát ha matatunk tovább az apomból fölül, majd, akkor az úgy robban föl, hogy őket elpusztítja, mi meg megmaradunk. Szóval nem hát ez egy barát, a helyzet, helyzet, teljesen igaz. Ez, ez a nagyon nagy Nem beszélt, óriási lényeg. kockázata van, ez kétségtelen. Most hát csak két percünk van, tehát nem fogunk beszélni az Egyesült Államok népének helyzetéről, mert ugye a mögötte levő globális pénzügyi erő az egy másik tészta, de a következő adásban igen. De azért lenne egy rövid kérdésem. Kirobb, meg lesz-e akkor, a harmadik ukrán front, kiroppan a harmadik lokális, vagy hát veszélyes háború, pontosan azért, mert ez az erő nem tanul a teszt eredményekből, vagy lehet egy olyan verzió, hogy paradigmát váltanak a túlélés érdekében, és azt, amit a kínaiak mondanak, azt kezdik el csinálni, kölcsönös érdekeken alapuló békéket és együttműködéseket köt az ah, elnök. Csak egy mondat, az amerikai elnök választás most egy újabb teszt, mert abból sok minden felsejlik ezzel kapcsolatban, hogy önmagában véve természetesen, hogy ki az elnök, ő is egy pojáca, egy papír, masé figura, de ebben az esetben sajnos elképzelhető erejű tört, elképzelhetetlen erejű történelmi tétje van annak, hogy nem csak annak, hogy ki lesz az elnök, hanem hogy milyen elbeszélési módok hogyan fognak összeütközni, vagyis hogy el tudja beszélni ezt a helyzetet a birodalmi elit, meg tudja-e beszélni az amerikai nemzetállammal és az egész világgal? Ez az igazi tétje az amerikai választásnak? Én azért aggódok, hogy az Európai Uniós választások hát, és az, 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 az amerikaiak, ez a harmadik front ne nyíljon meg, meg, mert utána nyílik egy esély arra, hogy esetleg az, amit itt a Laci barátom elmondott, tehát egyfajta észszerűsödés elkezdődik. Ha, ha mind a kettőben euró... olyan eredmény Ha mind a kettőben ugyanaz a pozitív eredményt de hát itt rengeteg a várakozás, hogy ezek bejönnek-e, hát ezt a választ majd ketten együtt vagy hárman együtt se tudjuk Nem megadni de megpróbáljuk majd, vagy pedig legalábbis a ráutaló jeleket megpróbáljuk elemezni. Bogár Lászlónak és Boros Imrének köszönöm szépen, hogy itt volt velünk, önöknek pedig köszönöm a megtisztelő figyelmet Bika Juli társzerkesztő nevében is. Virág Halmés látták és hallották. A jövő héten újra lesz globál, ahol szintén Boros Imrével és Bogár Lászlóval próbálunk utána járni, mi húzódik a világ mostani történései mögött, és mit hoz a jövő. Tartsanak velünk akkor is. Viszont látásra és viszont hallásra.